jó kis testmozgással indítjuk a napot itt Grábócon. Három utca, két járda, meg itt a templom környéke, de kiszámolja. Maximum a polgármester, aki azt mondta, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Természetesen ezt csak a vicc kedvéért mondtam, hiszen önként álltam be dolgozni, és megyek is a konyhába. Köszöntök mindenkit, ez itt a Gasztro megye. Hölgyeim, nem hagyják elustulni az embert itt Grábócon. Kora reggel egy jó kis hólapátolással kezdtünk. Jelentem, hogy az utak és a járdák rendben vannak. Reméljük, hogy az ételünk is. Köszöntöm Szilvit és Beát, akivel ma főzünk itt Grábócon. Miót készítünk? Vaddisznópörköltetlen készítünk. Nagyon jól hangzik. Szilvi, mi kell hozzá? Milyen alapanyagok? Természetesen friss vaddisznóhús. Szükséges hozzá disznózsír, igen. Hagyma, paprika, paradicsom, teszünk bele fokhagymát, csípős paprikát, babérlevelet, nagyon szép piros paprikát, és a legvégén a vörösbort. Nagyszerű, ez nagyon jól hangzik így. Mi az első munkafolyamat, amivel kezdenünk kell? Az első munkafolyamat, megpucoljuk a hagymát, és megdészteljük. Rendben, álljunk neki. Szia, polgármester úr! Ne haragudj, hogy munka közben zavarlak. Egy picit elakadtunk a főzésben. Szükség lenne egy bárdra, amivel összetudjuk darabolni a húst. Tudsz ebben nekünk segíteni? Igen. Akkor légy szíves, hozz nekünk egyet, mert nem tudunk tovább haladni. Jó, rendben. Köszönöm. Hölgyeim, ahogy látom, meg vagyunk mentve. Polgármester úr meghozta a bárdot nekünk. Tessék! Köszönjük szépen! További jó főzést, és szóljatok, aki éjszakalja. Rendben, sziasztok. Mindenképpen szólunk neked. Hölgyeim, akkor álljunk neki. Rám maradt a feladat, mint Szamáron a fül. Reggel a hólapátolásban se segített a polgármester, meg most a feldarabolásban sem, de hát majd ezt majd igyekszem viszonozni. Akkor nézzük meg ezt a húst. Egy kicsit túltoltuk ezt a darabolást, akarnám se, tudnám tagadni, hogy mekkora a munka morál bennünk. Nagyjából helyek közel elvégeztük a feladatot, mert a húst ugyan feldaraboltuk, de a deszkát is. Mindegy, ezt majd a polgármesterrel megboltolom. A lényeg, hogy tovább tudunk haladni, és a húst be tudjuk tenni a bográcsba. Nagyon finom illatok vannak már most is.
nagyjából még 2 óra kell a pörköltnek, addig van időnk arra, hogy végigjárjuk ezt a gyönyörű szép települést. Elsőként Németh Bálinthoz megyünk, aki köztudottan kiváló asszalványokat készít. Mondhatnám azt is, hogy egy picit megédesítjük a napot, ha már ezzel a vágódeszkával úgyis megkeserítettem a grábóciak életét. Tartsanak velünk! Mi méhészkedés mellett asszalgyümölcsöket készítünk. Mindenféle gyümölcsöt feldolgozunk, klasszikus, illetve nem annyira klasszikus formában is. 2 fő típusa van az asszalgyümölcseinknek, amiket készítünk. Az egyik az alma chips, ők ropogósra vannak asszalva, mézet teszünk rá, illetve mindenféle egyéb finomságot, például mogyorót, fahéjat, mandulát, mindenféle ilyesmit. Valamint a másik típusú asszalgyümölcs, ezek a tekercsek, ez pépesítjük a gyümölcsöt, kiterítjük és úgy asszaljuk meg, ehhez is teszünk mézet, illetve fűszereket, és egy ilyen a klasszikusból így formálódik át egy kicsit extrábbá, és ebből az asszalt gyümölcs lapból tulajdonképpen csíkokat vágunk, ezt fel tudjuk tekercselni, és akkor ilyen lehet építkezni belőle. Tehát egy asszalt gyümölcs csomagban akkor lehet akár 5 vagy akár 10 féle különböző asszalvány. Mi 2015-ben kerestünk a környéken olyan helyet, ahol szívesen letelepednénk, és nagyon sok falut bejártunk, és valahogy Grábócnak van egy olyan csodás milliója itt ezekkel a dombokkal, a kolostorral, hogy rengeteg az erdő, tehát hogy egy ilyen kicsit mesebeli hangulata van az egésznek, és valahogy ez megfogott minket, illetve ez a, ahol most lakunk konkrétan, ez egy picit így ránk talált, ahogy tehát ilyen kicsit ilyen sorsszerűen találtuk ezt a területet, és ez is így megszólított minket, úgyhogy végül így beleszerettünk az egészbe. Méhészkedéssel foglalkozom, de mellette önellátással is, kertészkedéssel, tehenet tartok, lóaim vannak, Huszárbandérium tagja vagyok. Úgy összességében élem a kis boldog életemet. Közel 300 mély családom van, hát itt abszolút nem vándorlok velük, amit itt helyben össze tudnak gyűjteni, azokat szedem el tőlük és értékesítem. Hát tavasszal vannak a koratavaszi virágzások, ugye az alma, kökény, később az akác, utána jobb esetben a hárs is mézel. Nem is annyira a mennyiségre próbálunk központosítani, hanem a minőségre. És a legnagyobb dicséret az, amikor a boldogan újságolja el a vevő, hogy íz lett a méz, és nagyon finom volt, és legközelebb is tőlem vásárolja. Körülbelül olyan 15-20 évre néz vissza, vagy tekint vissza, amikor a ló valahogy bejött az ember életébe, vagy az életünkbe, akkor még Pécsre jártunk lovagolni, aztán utána itt a környező lovasiskolákat próbáltuk végig. A 2 gyerekem is lovagol, tehát végül is a kisebbiknek, aki 6-7 éves kora óta lovagol, tehát az ő szenvedélye lett a ló lovaglás, a lótartás. Tehát ő most lovas kaszkadőrként is dolgozik, tehát tulajdonképpen majdnem, hogy ez a fő tevékenység az életében. Hát ez egy tudatos választás volt, hogy Szekszárdon kiköltöztünk ide, ebbe a környezetbe. Optimális lélekszám is tulajdonképpen, tehát ahogy az okos tojások mondják, hogy az a 150-180 fős közösség az, ami optimális, tehát az emberi kapcsolatok ezen belül még teljesen harmonikusan tudnak működni. Tehát itt a természetől én, tulajdonképpen most mindenkinek az ember dicsekedhet, hogy 2500 hektár erdője van itt. Ez egy elég egyedi, Európában sehol nincs ez, hogy tulajdonképpen az országot keresztül kasulóval, vagy bárhogy végig lehet lovagolni, vagy járni. Tehát itt ez tulajdonképpen egy természetvédelmi terület, amit majdnem a sajátunknak tekintünk. Nagyon köszönjük az élményt, hogy elkalauzoltál itt bennünket a településen a kistermelőkhöz, de ugye nem csak a családoknál, hanem az önkormányzat életében is azért eseménydús volt az elmúlt időszak, mert beruházások valósultak, meg például ez az új út is, ahol itt sétálunk. Mi történt mostanság itt Grábócon, meséljük? Hát most egyszer elkezdtük mi a Deák utcát, ugye az ott egy térköves járda lett csinálva 287 méterre,
Utána ugye az is egy ilyen faluprogramos pályázat volt, akkor beadtuk erre az útra egy felújítást, ez is egy ilyen faluprogramos, ez 12 millió forintos pályázat volt. Önerőből csináltattunk egy ivókutat itt a játszótéren, közben akkor el a sportparkunk is elkészült a tavalyi évben. Önerőből azért nagyon sok mindent megcsináltunk, ugye a temetőben majd látni fogjátok. Parkolóképítés, kerítés, ravatalozó, tehát sokat minden, de csak önerőből. Hát ez az, amit mi meg tudtunk csinálni a tavalyi évben. Amit szeretnénk, hát az van bőven, ugye, Szálka-Grábot összekötőút. Igen, ez van egy visszatérő kérdés. Van egy 1150 méter szakasz, amit még meg szeretnénk valósítani, ami már benne a megyénél is köztudott, úgyhogy foglalkoznak ott is vele. Itt is mi is próbálkozunk, akkor még mink van. Ja, az árok, amivel most elkezdtünk foglalkozni, ugye, mert itt nagyon fontos, mert előbb-utóbb ki fog önteni. Igen, igen. Akkor az van. Tehát sok a teendő, van, sok a feladat, bőven, de hál' igen. Istennek, hogy az ambíció is társul ehhez. Hát hála Istennek, örülünk neki, hogy azért van is, meg van azért biztatás is, hogy azért próbáljunk, mert azért lehetséges. Nem alszunk, igyekszünk, amit csak lehet, mindent megpróbálom. Rendben van, mi sem alszunk, mert hogy most már lassan a pörkölt elkészült, és menjünk vissza, nézzük meg, hogy nehogy odaégjen. Úgy van, ez az. Hölgyeim, még a nap is kisütött így a műsor végéhez közeledve. Egy jó nagy sétát tettünk itt Grábócon, polgármester úrral. Nagyon szép helyen laktok. Szerintem azok, akik még nem jártak ezen a településen, azok egyrészt sokat veszítettek, mert hogy gyönyörű környezetben, gyönyörű millióban fekszik, és vendégszerető, barátságos emberek élnek itt. Erősítsetek meg, vagy cáfoljatok ebben, hiszen... Bízunk benne, hogy mindenki így gondolja. Én szerintem egészen biztosan. Ugye az, arról még nem ejtettünk szót, hogy helyi képviselőként is segítitek a település munkáját. Miért tartottátok ezt fontosnak, hogy elinduljatok a választáson, vagy egyáltalán, hogy elvállaljátok ezt a pozíciót? Elsősorban közösségfejlesztés miatt tartottam én fontosnak, hogy újra bekerüljek a képviselőtestületbe, másodszorban a településfejlesztés miatt. Szilvi? Hát én úgy gondolom, hogy egy idősebb korosztály is kell ide képviselni, ugyanúgy a fiatalokat, mint az időseket, és én úgy gondolom, hogy egy elég jó csapat vagyunk mi így öten. Szerintem is, és szerintem mi is elég jó csapatot alkottunk itt a főzés során, bár az idősebb korosztályt nem tudom, hogy kire értetted, de mindegy, ezt felejtsük is el. Ahogy említettem, gyakorlatilag a főzésünk utolsó előtti szakaszához érkeztünk, nevezetesen, hogy megnézzük a bográcsban a remélhetőleg elkészült ételt, amit közösen alkottunk meg, bár a dicsőség a tiétek, én nem akarom elvenni a kenyereteket, köszönjük a közreműködést, és nem maradt más hátra, mint hogy tálaljunk. Kedves nézőink, egy nagyon szép és tartalmas napot tölthettünk el itt Grábócon. Egy gyönyörű kis települést ismerhettünk meg, a völgység egyik gyöngyszemét. Köszönjük a vendéglátást és a szívélyes fogadtatást, amely nem csak az utcán sétálva mutatkozott meg, hanem például ilyen finom süteményekben is, amit a helyi asszonyok készítettek nekünk addig, ameddig mi a pörköltet főztük. Ez is elkészült. Friss házi pogácsát kínálunk mellé, és természetesen azt a bort, amit a település határokon átívelő értékteremtés jegyében Alsónánáról kaptunk Kollár László polgármester úrtól. Tartsanak velünk legközelebb is, ne feledjék, tudják, két hetente a Tolna megyei önkormányzat Facebook oldalán a Gasztró megye sorozat legújabb epizódjaival várjuk Önöket, akkor is tartsanak velünk, minden jót, viszontlátásra! Petit fönnhagytam a padláson, hogy bezárjon, de gondoltam, hogy addig is valami hasznomat vegye. Lejöttem a csirkéket megetetni. Egyébként gondolva a gasztró megye folytatására is, mert hogy most igaz, hogy káposztás hús készítünk, de egy jó csirkepörköltnél vagy egy háztáji eredeti kakaspörköltnél nincs jobb. Megetetem a csirkéket, és utána rögtön visszamegyünk a konyhába.